Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, rádióhallgatókat. Mindenki jól van? Jaj, de jó, látom a kedves arcokat. Azért falunapon más fellépni. Ott Mutko Badás annyi jött le a színpadról, és annyit csugott oda, hogy vigyázz, mert egy méterig fel tudnak köpni. Másabb érzés. Most nemrégen voltam Tirolban fellépni, Ausztria, és megyünk felfelé az egyik kilátóba. Jön egy 4 tagú kínai család, fellöknek. Mondom páromnak, nézd már, milyen parasztok. Erre megfordul a fickó, vagyis hát szerintem ő volt a fickó. És annyit mond, jaj, ti is magyarok vagytok? Hát mondom, ha te az vagy, én nem. Tehát így jártam. És akkor veszekedés volt otthon, vagyis hát párom veszekedett velem, hogy miért nem figyelek oda, hogy tudnak magyarul. Hát mondom, én honnan tudjam, hogy tudnak magyarul kínaiak. Utka meg mondom neki, hogy megyek egy fellépésre, 150 nő lesz a nézőtéren. Azt mondja, ezt hogy fogod megoldani? Hát mondom, én mindent majd nagyon lassan mondok el, és kétszer. Azt mondja, ez egyáltalán nem vicces. Mondom, mindent nagyon lassan fogok elmondani, és kétszer. Én franciából annak idején megbuktam, és mikor jött az érettségi, akkor a francia tanár az már vártott engem, hogy na Gyuri, készültél? Mondom, hát tanárnő, én egy tételt tudok. Szóval egyet tanultál meg. Mondom, a Notre-col, én iskolám, ennyit tudok. Úristen, hát te normális. Mondom, én is hadd kérdezek meg valamit tanárnőtől. Hadd kérdezem meg, hogy a bizottságban hányan tudnak franciául? Azt mondja, hát csak én. Hát mondom, akkor én bármit húzok, a Notre-colt fogom mondani. Hát te nem vagy normális, és ki is húztam az állatkertet, de én mondtam franciául, hogy az iskolánk 4 emeletes, 17 tanár van benne, hatalmas étkező. A francia tanár meg így riadtan néz rám, és mondja, hogy új, vége van, azt mondja, hármas. Ránéz a bizottság, ez hármas, hát kívülről tudta az egészet. Azt mondja, jó, ötös, rendben van. És utána megyek irodalom mérettségére, mondja a tanár, na készültél, Gyuri? Hát mondom, én csak Babits Mihályt tanultam meg egyedül. Egy tétel tudsz? Hát mondom, igen. Hát te nem vagy normális, mondta ő is, majd bementünk. És ki van rakva a 22 tétel? Egy darab tétel meg 15 centivel előrébb rakva. Én meg így elkezdtem játszani a hülyét, így járkáltam, a tanár meg a szemével. Vagy a nyelvét is nyújtogat a... Ott bármelyiket lehet húzni, amelyiket szeretné, és így rámutatott a tételre. Én túlmentem rajta, és egy másik tételt húztam ki, és mondtam, hogy Radnóti Miklós, 5-ösre érettségiztem. Azt mondja a magyar tanár, te normális, hogy te hülye vagy, engem ijeszgetsz, az összes tételt tudtad. Mondom, hát nem mindet tudtam, egyet nem tudtam. Babits Mihályt. Na de... Múltkor férfiaknak ez szokása, egyébként állnak a nappali közepén, alsógatyában, és néznek a lakásra, mint a földjükre. Eleve férfiaknál van ez, mert külföldön a férfiak a nagyobb pocak eltakarják. Magyar ember felhajtja rajta a pólót, és paskolgatja. Ebben munka van, ebben elő lett készítve, itt van, tessék, elhoztam. Én is állok itt a szoba közepén, csak nem volt otthon senki, és én nemrégen kaptam ajándékba egy racsnis derékszíjat. Nem tudom, ki látott már ilyet, ha így összenyomjuk, akkor kinyílik a leírás szerint. És mondom, kipróbálom már ezt a derékszíjat, nincs otthon senki, hát így egyedül kipróbálom ezt. De mondom, nem a derekamra teszem, ide a mellkasom alá beteszem. Összenyomtam, nézem a tükörbe, úristen, úgy néztem, hogy egy hóember, mondom, na, mondom, én ezt leveszem, hogy is kell, összenyom. Arról a téletben, mondom, egy esély maradt, akkor ezt megpróbálom még egyszer összenyomni, hát a kinyílik. Nagy levegő, összenyom, anyád, itt már csak 1 deci levegő volt bennem. Másodpercente 4 levegőt vettem, így. Mondom, itt fogok megdögleni, hát felhívom páromat, mondom, szólok neki, hogy meghalok. Mondom, figyelj csak, gyere haza. Baj van, mert mi a gond? Gyere haza.
De hát mondd már el, hogy mi a baj. Hát az történt, hogy gyere haza. Mert azt mondja, jó van, megy. És mondom, megnézem magam a tükörbe, hogy hogy nézek ki. Megyek a tükörhöz, itt az öv. A mellkasom alatt nem is látszott az öv. 10 centi mélyen volt így a hájba bevágva, ráadásul így felnyomta a hasam, és lett még egy sor csöcsöm. És így... Mondom, rajzolok rá 2 pöttyöt, azt megmondom, hogy nekem mindig 4 csöcsöm volt, és... Hát mondom, így nem láthat párom, mondom, felöltözök. Állok a szoba közepén, párom megjön, azt mondja, mi van? Semmi, rám szorult az öv. Nincs is rajta döv. Nem ott van. Azt mondja, mi legyen? Mit tudom én, mire? Vegyük le. Azt mondja, akkor levágja. Hozzá ne ér, hülye vagy. Azt mondja, hát aládugja a kést, és kifelé. Bevajaszta a kést, és ide a lapockámhoz bedugott egy 32 centis fémnyelű kést. Ennyit mond nekem, hogy beragadt. Mondom, hülye vagy. Itt el vagyok szorítva, hátamban van már egy 30 centis kés. És amikor már 3 kés volt bennem, és 2 olló, akkor mondtam, ezt most már mutassuk meg valakinek. Vagy mentő, tűzoltó, vagy bőrdisztműves. Ez a áram, aki tud segíteni. Azt mondja, menjünk be a kórházba. És megérkezünk a kórházba. Bemegyünk, az orvos néz, azt mondja, mi a gond? Felhúzom a pólót. Azt mondja, hát 4 csöccsel, nem a sürgősségére kell jönni. Mondom, nem az, megfordultam, mutatom. Mint Vinettő, úgy néztem ki hátul. Nem jön le az öv. Mondom, ezt hogy fogják csinálni? Altatásba vagy anélkül? Altatásba, és így megnyomott 2 gombot, és így paf, leesett rólam a 4 kés. Nagyon szépen köszönöm!